Köszöntelek benneteket szeretettel. Tudja, azért egy pár perce megszólalnék a mai naphoz, mert a mai napnak a egyik legfontosabb részehez fogunk érkezni, újra a lekérdezések ideje lesz. Csak egy pár gondolatot azért mondanék, mert ugye a tegnapi videóhoz azért jöttek nekem megint szépen észrevételek, javaslatok, meg kérdések. Most nem szeretnék kérdéseket, de egy dolgot mindenképpen, azaz kettőt megemlítenék, az most a fejemben is van. Az egyik, valaki írta nekem, hogy tudjuk-e azt, hogy a Börzsönyre van egy olyan elképzelés, hogy 10 éven belül a teljes Börzsönynek lepucolják a fenyőt, tehát magát a növényzetét. Hát én nem tudok róla, de bármi lehet, főleg akkor, hogyha egy ilyen ártalmas világban vagyunk, mint amilyen most az EU. Én csak azt tudtam magamra válaszként felhozni, hogy lehet, hogy ott 10 évre terveznek, én meg azt mondom, hogy egy hónap vagy már mit ne tervezzünk velük. Hát ez a társaság úgy gali, ahogy van. Tehát ezt továbbra is tartom, hogy az EU-ba lenni, az azt jelenti, hogy kiássák a földet is alólad, az utolsó fillérig azt is eladják. Tehát nyilvánvaló, én szerintem volt egyszer egy, nem tartom biztosan jó gondolatnak, hogy nagyon feszegettük, hogy a Börzsönyben mennyi aranykészlet van. De semmi, akkor is azt mondtam, hogy nem volt szerencsés videó, és nem véletlenül, amikor átküldték nekem, hogy osszam meg ezeket a beszélgetéseket, nem tettem meg. Azért nem tettem meg, mert amikor egy ilyen beszélgetést megosztasz, és ráadásul nyilvánosan kiteszed a térbe, egy csomó olyan nézi meg, aki mindjárt spekulál. Most miután azt látjuk, hogy EU tagok vagyunk, tehát azt nem hívhatjuk magunknak, hogy függetlenek vagyunk, mert azt azért lehet érezni. Nyilvánvaló, hogy kinek hívott föl a figyelmét a legjobban? Hát a kedves amerikai barátainknak, mindjárt itt van hozzá a védőerő, a NATO, mindjárt itt van hozzá mindenki, tehát már kész is a feladat, az új feladat, tehát nyakunkra hozunk ilyeneket, és hogy azért látjuk ott a kényszerhatáron túl a Verespatakot éppen a hazaiak javára termelgetik, hanem éppen ott meg egy kanadai társaság van, ami ugyanolyan szörnyű hátterű, mint az amerikai. Ugyanaz. Tehát én nem tartom ezeket jó üzenetnek ilyenkor, már csak azért is, mert ez a területi. Tehát van annak egy ideje, ugyanakkor én volt módom beszélni olyannal, és ha hall egyszer ezt a videót, akkor az a kérésem, hogy hívjon majd föl megint, mert nem tudom már, hogy ki volt, aki nagyon hozzáértő volt, és azt mondta, hogy közel nem csannyi arra, mint amennyit ott hisznek, mert nagyon másképpen van a közöbbe elhelyezkedve, tehát rendkívül módon nem is érné meg. De ahhoz marha jó lenne, és akkor beszélgettünk, akkor mondtam, hogy akkor viszont arra meg nagyon jó lenne, hogy szétszednék a helyet, mert az egy szakrális hely. És ugye ma láttuk a videóban, hogy a Börzsöny egy kiemelkedően fontos helyszín. Na most egy feltételezett aranykészletér, amire olyanok, akik a geológus azt mondta, hogy na, ez még mikor kim volt, Ausztráliában már akkor onnan jött haza, tehát ért hozzá, nem egy karonülő, akinek nem látott ilyet, és óva inti, hogy a területet hozzányúljanak, mert ez nem lesz, viszont abból csomó probléma lesz. És a problémát abban látom, hogy egy Börzsönyhez hozzányúlunk, az egy egységes rendszer úgy a Pirissel, mint a Visegrádi hegységgel. És nagyon szépen ki lehet találni, hogy azon címszó alatt, hogy ott arany van, vagy ott olaj van, vagy ott ezüst van, vagy platina van, vagy gyémánt van, tökéletesen szét lehet szedni egy összefüggésében érinthetetlen területet. Tehát ilyen videókat föltenni, én elhiszem, hogy jó szándékból, mert hogy egy biztosíték lenne az itt élőknek, hogy egy vagyon, de azt értse már meg mindenki, hogy a mai helyzetben ilyet föltenni és feltételezni, hogy ez itt maradna, az a naivitásnak a legalapfoka. Tehát ha ez igaz is lenne, abból egy dekát nem kap itt az a közönség, ez a közösség, amit úgy hisz, hogy mondjuk most Magyarország. Mert én szerintem ott a Verespatakban se arról szól, hogy mennyit bírjanak az ott lévőknek visszaadni. Tehát úgy, ahogy van, továbbra folytatódna a kifosztás,
Tehát én óckodok ettől, és ez, hogy megerősítve van, hogy ott igazából ez nem is, nincs is. Tehát található, nem túl felszínen, de szinte beleolvadva mindenbe. Tehát nem, sokkal-sokkal kevesebb van, tehát mennyiségileg is, meg hát a hozzáférése, meg annak az kivétele, az olyan matekos, olyan macerás, hogy biztos, hogy nem is éri meg, és akkor hol a mennyiség. De ennél tényleg az a veszélyesebb, hogy ott tönkre megy az egész hely. Mert az nem véletlen olyan, amilyen. És ha meg nincs annyi mennyiségű arany abban a bőzsönben, akkor feltételezzünk egy másikat, és engedjük már egy picit meg magunknak, hogy talán másképp is gondolkozzunk. Talán akik azt oda tették, vagy úgy alakult ki, annak valami szándéka van, nem az, hogy kibányászunk és kivigyük a francba innen, és majd a pénzvilágnak, a pénzhatalomnak egy újabb büdzsébe, a széfjébe, hanem annak a szerepe majd meg lesz. Tehát szükséges dolog, mert valószínű, hogy az kell a rendszer működéséhez. Mint ahogy szerintem ott a Verespartak környékén is kell, meg mindenhol kell. Gondolom, hogy ott Afrikában, amikor kibányászák a Dél-Afrikában, és mindenhol szanaszét, az összes ércet, az összes gyémántot, minden kizabrálnak a földből, és pár éves gyerekeket küldenek, hogy beférjenek a járatokon. Hát gondolom, nem a javára vált annak a területnek. Mert azok semmit nem látnak belőle, abban biztos vagyok, apró. Tehát éjbérjél kiszedik, de itt most nem a munka, hanem hozzá nyúlni egy területhez nem lehet úgy, hogy annak nem lesz majd visszaható hatása, de nem jó. Tehát negatív. Tehát én akkor is azt mondtam, hogy nem. Nem szabad hozzá nyúlni, mint ahogy nem lehet volna szabad engedni, hogy ez a dicsőséges amerikai hadsereg, vagy bármelyik, ott egy ilyen katonai bázis létesítsen a Visegrádi hegységbe, vagy bármelyik pontján a Pilisbe. Nem lehet. Na. Szóval nagyon örülünk, hogy ott volt egy elnökválasztás, és az elnök, ha betartja azt például az egyik ígéretét, hogy ezt a gyönyörű társaságot hazaviszi. És nekünk pedig hagyni kell, majd megoldjuk azt nélkülük is, hogy mit csináljunk a területtel. Tehát itt meg kell óvni az értéket, de ehhez mindenképpen nagyon fontos, hogy az itt élő is értse. Ne kiajáljad az értékedet, hanem megbecsüld. És ameddig nincs abban a helyzetben ez a terület, és akkor mindenki megérthet, hogy miért 1000%, 1 millió% az, hogy össze kell kapcsolni az egész térséget határok nélkül, és teljes összefogással a népcsoportokkal, az ott lévő népekkel, ősi népekkel, pontosan azért, hogy ez közkincs. Értitek? Mert van, ahol sóban gazdag, van, ahol részbe, van, ahol aranyba, van, ahol egyébbe. És akkor nem beszéltünk a föld területén. És akkor nem olyan szánalmas mezőgazdaság van, hogy Nyugat-Európában, meg Amerikában hozzuk be a mérgeket, hogy azt szóljuk vegyszerként rá a területre. És akkor már egy ruppót nem ér az a növény, tehát biológiai értéke, tápértéke egy ruppót nem ér. Mindig el szoktam mondani, többen is látjátok, elmegyünk az utakon, érdekes módon a napra forog, akinek a nevében van, hogy napra forog, az nem forog a napra, egy helyre áll. Aztán amilyen időt csinálnak még ezek a napra forgó gyöngytenyészők, hát mindjárt kiszáradt, mert még felhő se volt, meg eső se volt. Tehát nagyon-nagyon meggondolatlan dolog, ha ezekről így úgy nyilatkozunk, hogy nincs birtokába a területnek a megbízható megőrzése. Mert ne kérjen kétség senki, ez jelenleg a területet olyanok felügyelik, aki ezt semmi köze nincs ehhez. És én mindenkit, aki a területen él, és nem csak a magyarok, hanem mindenkit, én csak arra biztatok, hogy legyenek azon a képességük, tehát vessék már jó érzésüket latba, hogy ezt a területet egy személyenként, de összefogva kell támogatni, hogy egységbe kerüljön. Hogyha bármilyen dolog van, azt véletlenül se vigyék el kalandor hatalmak. Van itt helye mindennek, én úgy érzem, hogy több száz, hanem több ezer éve le van húzva ez a terület rendesen. Ma hallgathatuk az előadásokba, hogy igen nagy sebeket ejtettek rajtunk, és akkor felelőtlenül kiteszünk olyan dolgokat, amivel még jobban fejlődik a figyelmet, hogy még van valami, mert ne felejtsd el, hogy a kapzsi pénzhatalomnak nem az számít, hogy te hogy élsz majd, hanem az, hogy neki mennyi lesz a haszna. És a haszonért lebombáz neked mindent. Tehát lerombolja. Lehet még a
Bölzsöny a 900 méteres hegyéből mínusz 100 méteres kárter is. Mert ha kell, elhordja a hegyet is. Mert a kisebb is a drága. Ott az érték, a mértéktelenség, a kapzsiság. És ez borzasztunk ott. Ezt akartam nektek mondani, hogy tehát ugye volt valaki, aki megkérdezte tőlem, hogy beszéltem az érzésekről, hogy a haragdű, és hogy a gőg, meg a békesség, hogy mit takarhat ez a dolog. Hát megmondom őszintén, kezdjünk először a békessége, mert az jobb. A békesség az, hogy hagysz mindenkit érvényesülni és megélni a saját szülőföldjén. És örömmel veszed, hogyha a szülőföldjén minden ember személyenként is boldogulást talál, és nem pedig azt, hogy ki tudják csalni harami államok magukhoz, és lefeljék a szellemi értéket róla, és utána, mikor ki van teljesen csontozva, akkor félredobják, visszaküldik. Tehát a békességed az, hogy a tudásod, az erődnek, szellemi képességnek, szíve javát odadod annak a területnek, ahol a szülőföldjén, ahol te a szülöttje vagy. És ezt békés szándékkal teszed, és mindig az a cél irányít, hogy jobbítás. Nem azért kell neked tudósnak lenni, meg feltalálónak, hogy gyilkos dolgokat gyártsál, hogy mérgező dolgokat adjál majd az embereknek. Hanem csak a békessége, tehát az, hogy jólétre legyen. Az, hogy olyan élelmiszert gyártjuk, ha csak az élelmiszert nézem, amivel nem a mennyiséget etettem tele, mert ha sok mennyiséget megeszik, az nekem, mint aki gyártó, tömöd a zsebben, mert megehetsz 10 kilót, és ha az rendes dolog lenne, akkor 10 deka is elég lenne. Tehát 10 dekán nem lenne annyi hasznom, mint a 10 kiló szemeten. És milyen békesség van a lelkének, az embereknek akkor, ha olyan gyárban dolgozik, hogy tudja, hogy ő egy tekát nem menne meg abból a szemétből, ahol gyárt. Tehát az emberekben béketlenség van. A békesség az az, amikor örömmel végzed el azt a feladatot, ahol helytállsz. Ahol nem állásod van, hanem valódi tevékenységed van, és olyan feladatod van, amivel te harmóniában vagy a területtel, a természettel, és önmagaddal. És akkor abban békességet fogsz találni. És amikor már te átadod, mert azt mondod, hogy más szeretné váltani más irányba, akkor úgy adod át azt a feladatot, hogy ugye ez az a békés, harmonikus feladat is legyen tovább. Nem pedig, hogy eltüntettem, ez az én hasznom, ez az én dicsőségem, hanem békesség van benned. És itt jön az a nagy dolog, amikor azt tudod mondani majd, hogy életbe lép az, hogy büszke is lehetsz arra, hogy te meg tudtad az egész életed, a tevékenységedet őrizni azt, hogy te példát mutattál. Ma a legnagyobb feladat ez. A legnagyobb feladat. És ugye, amit mondtak, hogy a gőg. Nézzétek meg a mai világot, mi jellemez. Azt, ami ez az őrült pénzhatalmat jelenti. A világ vezetését. Gőgösen mindent végrehajt, parancsokkal, uram, kényszerekkel, ha más nem, akkor bármivel eltilt, letilt. Tehát képes téged lekorlátozni. És az ő gőgje olyan szinten van, hogy őt csak egy dolog érdekli. Az önérvényesülése annak a célnak, amivel ő meg van vízva, mert tény, ne feledd, hogy nem saját maguk találják ki, őnekik is elvállásaik vannak, és ez az elvállásokat, ha tetszik, hanem ő gőgösen fogja neked elmondani, hogy ezt úgyis meg kell csinálni, mert mi vagyunk, akik diktálunk, mi vagyunk, akik a te leuralásodért vagyunk létrehozva. Ezt nem fogja kimondani, mert a gőgösségében csak egy van, hogy tiszteletet akar. Tiszteld azért, és gőgösen ott fog állni, látod azt a sok parazita pökhendi EU-s képviselőt, gőgösen itt vájgunárkodtak, és szottyadt arcokat kellett úgy nézni, hogy szánalmas figurák voltak. Gőgösen ott állt mindenki. Azokban egyetlen egyben nem talált szeretetet. Tipikusan azok az arcok, amely mögött ne fordíts hátat, mert az ő arca az két arcú. A gőg, meg a gyűlölet, a lenézés, azt az egész EU-t szinte fölemészti. És ugye, amit láthatunk egy picit néha a jövőbe, tényleg fölemészti. Megmondom őszintén, nem is baj, ha ezt a réteget fölemészti. A lakosság
kell figyelni, mert olyanoknak a problémái, a magatartása miatt egy lakosság szív ott is. Mert nem a lakossággal van baj, a lakosság nem tud mit tenni, mert mind sokáig ők is aludtak, elvesztették, hogy majd a jólét álomaiba, a jólét világába, az a nagy dicsőséges jólét, a minden van, nézd meg, ez egy fényűzés. Ma fizetted a fényűzés számláját, ott a lakosság, ma fizettetik be vele. Ma fizettetik be vele. A fényűzésnek a számlája pedig az, hogy számkivetett, és ha nem akarsz elmenni magadtól, hozzunk neked olyat, aki majd kitesz téged. Ezért van az a rohadt nagy bevándoroltatás oda. Azon kell csodálkozni, kinézzel az utcára, és számodra idegen dolgokat mormolnak tömegesen az utcán. Azon kell csodálkozni, hogy hogy jutott el a lakosság oda, hogy legyen olyan ember ott, aki ezt vezeti, és ezt beengedi. Aki beszervezi. Kétséged ne legyen. Ezt nem aznap írták meg ezt a programot. Ezt több száz éve megírták. De mint minden program, ez is pontosan ugyanaz a kategória, mint a jóslatok. A jóslatok egy olyan állapotot mutatnak, amiben abban az irányban halad a világ. Ezek a programok, amik ők csinálnak, ez is aszerint van megírva, ahogy ők tervezik, hogy haladjon a világ. Az ő programjuk, meg a jóslatok nem egy utcán megy, nem egy irányba mutat. Abban mutat irány csak, hogy tényleg számunkra borzalmas dolgot terveznek. A jóslat is bemutatja, tehát a jóslatot úgy nézi, hogy ellemzed azt, hogy az igaz lesz, meg hogy mai szavakat keresel benne, ne keresd. A maga idejében a legmodernebb szavakat tette be, nem az, akitől azt hallottad, hanem az, aki beletette az abba, hogy közvetítsd le. Mert az akkori idő legmodernebb, ahogyan akkor az emberek értenek, de azok a jóslatok a mai embernek a fülébe is ott van, tehát tudja, csak az mai embert elnyomja az a rohadt, elszúrt egóval az elme, de mindent az elmén keresztül enged át, hogyha az elme átengedi, akkor az elme egy olyan dolgot tud megmutatni, hogy hát az nem úgy jó, az nem úgy mondta azt a szót. Helyezd magad vissza 70-100 évre. Könnyű azt mondani az Ilmájerre, hogy hát sok mindenbe tévedett, meg a Baba Vangára, meg az összesre, meg Nostradamusra, de a maga idejében, amikor azt kimondta, nem véletlenül nem volt népszerű. Tehát nem úgy adják ezeket a szájába valakinek, vagy a fejébe, hogy népszerűség, hanem figyelmeztetés. Mindenki, ha nem veszi le, az nem annak a baja, aki elmondja, vagy leírja, annak a baja, akit nem érdekel. Ma szerintem sokkal rosszabb állapotban van az emberiség, mint amikor Nostradamus volt. Pedig akkor is igen gáz volt. Igen gáz volt. Ma azért van, mert tele van egyéb torz média által felkeltett dezinformációval, olyan érdeklődés felkeltés, ami az életében soha nem fog megélni. Soha az életben nem látja a megvalósulását. És ha megnézi mindenki csak a saját évtizedeit, egyre-egyre kilátástalanabb dolog. Aki abból érvényesül, azt tudjátok ki? Aki kiírt ezt az egész őrületet, de az egyre inkább elhatárolódik. Most is mondom mindenkinek, hogy a gőg ennek a világnak a tükre. Ha te belenézel a gőgbe, akkor is te ezt nem tudsz vele mit kezdeni, az azt jelenti, hogy te érted ezt a világot, viszont el akarsz ebből valamilyen szinten kerülni. Hát ezt úgy tudsz elkerülni, ha megérted, hogy miket üzen. De egyéni szinten kell megérteni, de nem egyéni szinten fogod ezt megoldani. A megoldás nem egyéni szinten van. Az megoldás mindig közösségi szinten van. Ezért kellett az a baromi sok vallás, ezért kellett a politika, és azt föltagolni különböző irányzatokra. Mert ez mind-mind földarabolta azt az amúgy is agyon terhet, lehűített elmét. És az az elme, amelyik éppen milyen kondícióval van, azt a szeletet tartja magáival. De mindegyik fals. Tudod miért? Mert mindegyik hamis. Azért, mert mindegyiket ugyanaz a kéz irányítja. A vallásokat is, meg a politikát is. Az összes ideát, izmust. Ugyanaz. Amikor te azt hiszed, hogy valaki befut, mint egy nagy szerep, vagy egy nagy sztár, akkor sose felejtsd el, hogy mi által lesz az. És nála, amikor hallgatod, sokkal jobb hangú énekeseket tudsz, aznak közelébe se kerül egy mikrofon, sokkal tehetségesebb valakit tudsz, aki meg tud úgy magyarázni dolgokat, hogy
5 perc múlva olyan, mint a te a szakértője lennél ennek a témának. Olyan tudósokat adnak, akik téged elvezetnek a valóságtól, mindent földobja, utána úgy torzítja meg, hogy minimum vagy elmenjen a kedved úgy, hogy nem érdekel a téma, vagy pedig belesüljesz abba a tudatlan világba, hogy ragadj bele az anyagiasságba, és maximum juss el oda, hogy jó, na hajlandó vagyok megváltoztatni a véleményemet, ha látom. Azért nincsenek földönkívülök, mert nem látom. Nem azért nincsenek, azért, mert nem vagy képes rá. Tedd fel a kérdés fordítva. Miért nem vagyok képes, hogy lássam az idegen világokat? Hát azért, mert kicsit mérgeznek. Azért kicsit be van a frekvencia torzítva. Azért, mert fölötted egy érdekes mátrix van. Azért, mert minden úgy van, hogy te bármit megegyél, megigyál, az ne a képességeid, ne az érzékelésedet, ne a szenzivitásodat növelje, hanem nyugodj bele, minden úgy jó, ahogy van. Tudjátok, ez a hódsületlenség. Minden úgy jó, ahogy van. Hát így jó, tényleg úgy látjátok ti is, hogy minden így jó, ahogy van. Így jó? Nem? Értedek? Ez a világ gőgösen ezt folyamatosan tukmálja az emberekbe. Folyamatosan tukmálja. És amikor az emberek már hozzászoknak a gőgükhöz, akkor még arra is képes ez a világ, ez a gőgös világ, hogy látszat illúzióban neked az életedet segíti. Na erre van a hitelezés. Na erre jött az a nagyon pökhendi stílusú a hitelezés. Mert kérdezem tőletek, bármit, amit meg akarsz venni, és ezen világok emberei rakják össze akár egy autót, akár egy épületet, ezen a világok emberei építenek föl. És nagyjából tudjuk, hogy az mibe kerül. Akkor miért lesz az úgy beárazva, hogy aki abban beköltözik, az garantáltan, kiszámítottan soha ne tudja megvenni úgy, hogy nem tartozik senkinek. Mert tervezve van. Most, amikor azt mondjuk, hogy igencsak megfogyatkozott a létszám az elmúlt 4 év őrületében a nagy koktél dizájnolásba, most 1 millió fölött van a négyzetméter ár. Kevesebben vannak hozzá, és többe kerül. Na, hogy van ez? Hát nem az számít, hogy te azt kifizeted, mert azt tudjuk, hogy nem. Az számít, hogy ugorj bele. Mindenbe ugorj bele, csap bele. Hidd el azt. Minden úgy működik, hogy hidd el. Ez a gőg. Én gőgösen elmondom, érted, van az a lakás. Neked építem ezt a szuper házat. Neked rakom ezt a szuper kocsit. Neked építek neked mindent. Be is rendezem neked. Egy ülőgarnitúra simán 3-400 ezer most. Régen 100 ezer alatt volt. Mitől le drágám? Mitől? A kevesebb ember, aki ma köztünk van, majd többet tud fizetni. Hát a jövedelme nincs is már. Értitek? Lakjátok össze logikusan egyszer a világot. Akkor fogjátok lenni, hogy egy timaszú, gőgösen, lekezelő és őszintétlen világba élsz. Ne várj tőlük, hogy megváltozik, mert nekik nem ez a dolguk. Tudod, hol lehet változtatni? Az, akivel érvényesíti ott. Elfordulsz az ajánlattól, elfordulsz az embertársad cikizésétől, bírálgatásától. Nem az fog érdekelni ezután, hogy ő mit szeretett, mit, hanem hogy mit akartok együtt. Mert arra van építve ez a világ. És azok a bizonyos terveik, amik hosszú 100 évre, hanem 1000 évre vannak írva. Több 100 évvel. Én mindig elmondom neki, Albert Pike-ot olvassátok el, 150-160 éve. Zseniálisan leírta, és nem azért, mert okos volt. Hát mert tudta, hogy mi a terv. És leírta. Az eredeti levét a British Museum őrzi. Még az sincs, hogy ezt most valami... Mit tudom én, ki találta? Őrzi. És te azon gondolkozz, akkor elkezdem majd olvasni, hogy hát azt én más szavakkal írtam volna? Nem, 160 év azokkal a szavakkal írta le, amit ma ebben az időszakban meg tudsz érteni. Amit meg tudsz érteni? És 160 éve írta. Ez a zseniális benne. És az megy abba az irányba, már túl vagy az elsője, a második, a harmadikat is leírja, elmondja az egészet, és akkor oda teszed belé a jóslatokat, és akkor nézek, hogy az a jóslat, az nem a szavak, nem, szavaim nem értem. Nem, mert már olyan elmetorzulásod van, hogy az ilyen szavakat már nem is értjük meg.
a jóslatok, meg azok, amiket ő terveznek, azok mindig paralel egymás mellett vannak. Arra van a jóslat bedobva, amit érzékel valami külső világ, és küld egy üzenetet. Miután ők tudták, hogy ezelőtt 200 éve, 500 éve is hiába üzent volna, nyilván nem értik az emberek, mert el voltak. Ma se értik az emberek, 2000-es években se értik az embert, küldenek egynek. Hogy van az, hogy mostanában nem küldenek senkinek? Mondjatok egyet. Nem azokon mondják, hogy valamelyik vicc, mit tudom én, melyik civilizáció küldött, és majd azt üzeni, hogy felemelkedünk. Gyerekek, adjuk ezt már. Úgy, mint ahogy volt egy Baba Ganga, vagy volt vagy az Ilmájer, vagy Nostradamus, tehát mindegy, most kiket mondom. Miért nincs a mostani világnak egy Nostradamusza? Talán azért, mert már lehet, hogy késő az üzenet. Talán azért, mert késő lesz az üzenet. És már nincs idő újabb 400 évet várni Nostradamusra. Talán azért. Talán azért van az bedobva, azért kezdjük néhányan mondani, hogy most nincsen üzenet. Most te magad vagy az üzenet. Te magad kell fölvedd az üzenetet. Te magad vagy a vevő és az adó. Semmi más alapja nincs, a leét élet tapasztalatod. Ha ezt megérted, akkor azt is meg fogod érteni, hogy elkezded gondolkodni azon, hogy azt az életet, amit veled éltetnek, azt te jóidnak látod? Most már nem kell valaki diktáljon. Elméletileg te vagy a legtökéletesebb állapotban. Tudjátok, amikor azt mondjuk, hogy ezt a területet egyesíteni kell, és mindig ugyanazt a szöveget mondod, nem így van? Fél éve erről beszélek. Egyesíteni kell minden egyes területen az első számú vezetőnek, akinek most regnál, tehát ő van. Akkor nem azért van, mert te most éppen ilyen napod van, hanem mert tudod, hogy ez a legfontosabb pillanat. Marha nehéz. Ma sokkal nehezebb, mint ezelőtt 400 éve. Azért nehezebb, mert sokkal nagyobb a faj létszáma. Ez közel 7,5-8 milliárdról beszélsz. Nem mindegy, hogy 3 milliárd a hülye, vagy 3 millió. Marha nehéz. Lehet, hogy azért nem kapsz te most olyan csatornázott embert a szemed elé, vagy olyan, amikor beledobni a térbe, mert túl nagy a létszám, és az most már úgy van, hogy az egyik földrészen van 1,5 milliárd, a másik van 2 milliárd, a másik 1 milliárd, ott van 0,5 milliárd. Érted? Most már olyan, hogy annyira fölhigult ez, és itt nem arról szól a dolog, hogy magas az emberi faj létszáma, hanem magas a butitottsága. És most már úgy van, hogy neked kell megérezned az üzenetet, hogyha hallasz ilyet, és én csak erről beszélek a Kárpát-medence népétől, amit most már kiegészítettem a Kelet-Európa ősi népeinek a szövetségére. És ebben ha tetszik, ha nem. Ha el tudja fogadni valaki, ha nem. Ezt a magyaroknak a feladata indítsd el. Ezen belül, most is mondom, itt vagytok, videóban is, Orbán Viktor feladat a gyereket. Ne akard az üdvöskére áttenni, ne akard majd valakire áttenni, mert itt és most van az idő. Jövőre már eseményeknek kell lenni. Ebben a dologban. Ezt el tudja fogadni valaki, nem majd megvárom a 26-os szavazást, 26-os szavazás, hidd el nekem, hogy már másról fog szólni. Ha így hagyod, akkor már a te létezét se biztos, hogy nagyon pozitív lesz. Meg kell változtatni. Baromi nehéz, és nem attól nehéz, mert most van egy érdekes pillanat, és azért állandóan erről beszélek, mert azért van egy érdekes pillanat, hogy most van az, amikor nagyon kevés az idő, de nagyon gyorsan fölfogják az emberek különböző ideológiai meg állások, meg nézetek, elféretésével, hogy ez az ő élete, az ő területe. Ez róla szól. Itt nincs az, hogy te milyen vagy, meg én milyen. Te kit szeretsz, én kit utálok. Hát van egy saját józan eszed, ha vagy van. Sokan levizsgáztak az elmúlt 4 évben, gyerekek.
sokan levizsgáztak. Koktél, tudjátok, sokan levizsgáztak. Bíztatok abba, akiket hirdettek a plakátokon. Bíztatok abba, akik mondták a tutit. Már egy részével már nem is tudsz beszélgetni. És valószínűleg egy részével már nem is fogsz. Érted? Mert mindig a vakhited vezet. A nem gondolkodás. Vagy gondoskodik rólam a világ. A világ arra gondoskodik, hogy te ne gondolkozzál. Majd mi gondolkozunk helyetted. Addig, amíg szükségünk van rád. Most ez a legfontosabb, és én nem tudom másképp elmondani, se felekezet, se idea, se valami állás, hogy kit szeretsz, kit nem. Egyként kell azt a dolgot szándékként megadni, hogy ennek a területnek a teljes közössége azt akarja, hogy fogjanak össze, és a melletted lévő ma országnak hívod, amíg ország kétszer határokkal körbevált rezervátum, Getrec, hogy ott is ez legyen. Lépjél túl azon az önös dolgokon, hogy a sérelmek, mert mindig a sérelmek vannak, ebből van a gőg, erre a gőgre alapoz ma a világ, az az őrült vezetés, hogy a sérelmet úgyis meg fogjuk piszkálni, és a sebédet szívesebben nyalogatod, mint a valóságot érzékeled. Tehát a seb nyalogatásra jól el lehet kötni az embereket. Tehát ma a világ erről szól. És ha megnézitek a mai előadásban, több száz éve ebben rohad el. Az a Szilveszter pápa annak idején össze tudta hozni úgy azt a zsinatot, hogy a bizánci meg a német-római császárt odahúzta, és kipattintottak 300 valány évet a történelemből, hogy be tudják helyezni az ő történelmüket, el tudják indítani. Ez a Szilveszter pápa volt, gyerekek. Ez 300 valány mikor. Ez. Hozsannázi lehet róla? Hát akinek tetszik, igen. Hiányzik az a 300 valány évet. Mert el kellett helyezni uralkodókat, és ki kellett iktatni bizonyos korszakokat. Mert különben nem tudott hitelesíteni. És az a 600 és 900 között hiányzanak az évek. Mondjál nekem egy eseményt, mondjuk 700-ban vagy 800-ban. Hiányzik a történelem. Nem a magyarnak az egész emberiségnek. Hiányzik a történelméből 300 valány év. Ugye azt kaptuk meg, hogy 365 év, így volt? 365, hogy miért, akkor is csodálkoztunk, mi kint kaptunk. 365, ma est megtudjuk újra, jó? Lekérdezzük, hogy mégis mennyi az annyi. Meg gondolom, nem lett hosszabb egy rövidebb. Miért kellett kivenni? Mert ha kiveszed az igazodási pontodat, abban a pillanatban te már nem a valóságot látod, hanem egy vélt időt látsz. Te azt mondod, hogy azt éled. És az emberek annyira el vannak ebben most a problémáikba belenyomták, hogy nem érdekli a valóságnak még a látszata se, még az érzékelése se. Csak azzal tud foglalkozni, ami pront akkor van, az pedig garantáltan a megvezetés. Amikor megszólalunk azzal az ügyben, hogy egyesítsük a területet, és támogatja minden ország az első számú vezetőit, tök mindegy, hogy szereti vagy nem szereti, tök mindegy, hogy milyen kifogása volt addig. A célt kell nézni. A cél pedig az, minden egyes ilyen területen, minden egyes országnak az első szám vezetőivel kapcsolatban, hogy alkalmas döntést kell hozni arra, és itt mindannyiunknak akarata van benne, és ennek ez egy megnyilvánulása az, ami egy borzasztó kemény és nagyon határozott támogatás, mert ha valamitől baromira fél ez az őrült világvezetés, attól, hogy fölébred a maga, az elnyomott. Maga a faj. És ha ezt aláírja bármelyik országban, szeretik vagy nem szeretik, első számú vezetője, akkor nyugodtan kiáss ki a legnagyobb megmentődnek abban a pillanatban. De mindenkinek azt mondom, szeretné mindenkinek az arcát látni akkor, amikor azt hallja, ezek az országok egyességet kötöttek, hogy megszüntetik a határaikat, egyesítik a az összest, amiük van, és egy közösbe gondolkodnak. Fogadjunk, hogy meg fogsz rendülni. Fogadjunk. Fogadjunk, hogy akkor újjászülettél. És megszabadítunk minden magunktól, ami idáig borzalmas. Nem lehet tovább húzni. Nem lehet. Nem választásokban kell gondolkozni, meg ígéretekben. A tények sokkal magasabb dolgok. Az a világ, az őrült világ folyamatosan neked tényszerűen közli, hogy ezt akarja 26-ban, 30-ban, 40-ben tényszerűen közli.
Elég volt ebből a gyerekek. Elég volt a sok elus baromságból. Elég volt a gyerekek. A lakosság tényszerűen közölje a vezetőjével, hogy mi pedig abba támogatást adunk, teljes szélességgel, és nem tudom, hogy itt van, erre számít az őrült világvezetés, hogy úgyse fog egyesülni, még egy kérdésbe se tud azonosságok összefogni egy lakosság. Egy kérdésbe. Egyben nem tud összefogni. Még a saját életéről szól, meg a gyerekeiről, meg a meg nem születendről. Még abba se tudja összehozni, mert akkora zavart okoztam több ezer év alatt, hogy ebbe úgyse jön ki. Okozzanak a magyarok meglepetést, okozzon a magnépe meglepetést. Ne azt mondogassuk, hogy a magnépe vagyunk. Jó, igaz. Mutasd meg, hogy miért. Mutasd meg, hogy miért vagy a magnépe. Mutasd meg, és akkor annak a vezetőnek is mutasd meg, hogy egy magnépe vezetője vagy, és ilyet még nem látott ennek a területnek egyetlen vezetője sem, hogy egyként áll minden tagja, aki itt él mögötte. És nincs tovább, hogy utálom, szerettem, loptam, nem loptam, mit tudom én, ezek mind érdektelenek egy olyan ügy esetében, amikor minden egy tétem van, mindent egy lapra teszel föl. Olyan vezetője nem volt ennek a területnek, de nem csak ennek, szerintem a Földnek, az utóbbi 6000 évben legalábbis, amelyik egyöntetű támogatást élvezett az akármelyik területen. Volt ott király, császár, mit tudom én, mindenféle trógerség. Vagy valakinek jó volt az, valakinek szívott. De olyan, ahol meg van határozva, hogy hogyan tovább, és elő tudod venni azt, ami te megél, az a szívedből jön, ami ott van benned, az egyként ugyanaz mindenkiben. Hát nem lehet tovább ezt húzni, gyerek. Értitek? Minden, ami ezt elnapolja, az a tudatlanságodnak a konzerválása. Minden, amire azt írod, hogy az azért nem lehet, az a tudatlanságod és félelmednek a továbblapozása. Nem tudatlannak kell, nem félelembe kell lenni. Egy döntésre álljon össze, egy kérdésbe álljon össze. Akinek nem tetszik, az ballagjon oda, ahol ott jobb. Erre mondta, üdvösként. Üdvöske, húzzon ki, menjen ki az egész pompániával. Hát oda való. Hát csak a nagyon sérült nem látja, hogy ez nem oda való. Hát agyilag nagyon sérültnek kell, ezt nem veszi észre, hogy nem, itt, nem ezt a világot képviseli. De nem bántani kell. Hát neki az a feladat, akkor a feladat helyére kell helyezni. De engedjük már el. Nem elengessük. Itt meg álljon össze már ez a terület arra, hogy egyként azt mondja, hogy összefogunk, egységesítjük. Rohadtul ott van az a helyzet, ami nem fog megadódni mostanában már. Hogy olyan helyzet van a világban, ahol két világhatalmi erő úgy áll föl most hamarosan, hogy van neki sokkal fontosabb, hogy ezzel most beleálljon, jó, menjen. És ráadásul az egyik, de kifejezetten támogatja is. Ez most a BRICS-ről beszélek. Támogatja is. Vagy azt kell elmondani óvodás szinten, hogy mondja el neked a Putyin meg a mit tudom én ki, hogy megértsd azzal az elme állapottal. A lényeget mondja. Támogatom a monarchiát, hívja magyarul semleges terület fölállítását. Hogy nem tud összeállni erre egy ország népe? Amikor semlegességet kell ajánlani, nem elkötelezettséget, amit kintről Amerikába irányítgatnak. Aki ezt nem érti, azok nem a Putyin fogja elmagyarázni, hanem egy sziáter. Annak kell elmagyarázni, egy orvosnak. Mit nem értesz erre, bolond ember? Hát érted, rólad beszélek. De annak már nem kell elmagyarázni, mert ő nem ebben a világban akar élni. Át kell mindenkit tenni oda, ahol van. Nem bántani, nem, senkit nem kell megalázni. De egy területnek van egy adott pillanatban egy ideje. Ez az ideje ennek a területnek most van. Mindenhol ezt láttuk, így van? Most van. Most van az ideje. Megvalósítható, igen. Mi múlik? Hát csak egy ilyen szinten rajtunk. És akkor a gőg hirtelen innen hátra fog lépni. Szerintetek van ennél jobb ajánlat ma? És mi uralkodik a gőg helyettel az a területen? A békesség. Tudod miért? Mert békét kötöttél a saját népeddel, békét kötöttél
a többi népcsoporttal, aki gyakorlatilag ugyanaz jogosabb ősiségében itt van, akik meg nem idevalók, azt meg barátsága békésen haza kell vezényelni. Mondd meg, csináld meg! Csináld meg otthon! Neked is áll ez a lehetőség. De ez a katalizátora lesz. Elmondtam a múltkor ez. Ez ennek az időnek a legfontosabb kihívása. Minden, aki ettől el akar térni, az nem érti az időszavát, de az időszavát nem érteni ma borzalmas felelőtlenség és iszonyatos veszteség lesz. Tehát érteni kell, nem pártállás, nem vallási nézet, nem szeretem, nem szimpi vagy nem szimpi. Van egy területhez adódó érdek. És én mindig elmondom unos untalan, hogy a területhez vissza kell jöjjön mindenki, aki ide tartozik. A gyökerekhez. Mert a gyökerektől vágod szert. Vissza kell jönni, mert egy olyan lehetőség előtt áll akkor ez a terület, amit ott, ahol most portyázik valaki, nem tudja megcsinálni. Miért? Mert nincsenek gyökerei. Mert a múltjából adódóan nem az a bázisa. És ez nem fenyegetés, ez nem semmi más, nem félelemgerjesztés, ez egy nagyon-nagyon logikusan, és nagyon-nagyon pontosan időre meg van találva, hogy most tud-e egyesülni a terület, tud-e egybe gondolkodni, vagy még mindig szelektál, gyűlölködik, címkéz. Mert címkéz, leszelektál, ne gyűlölködik, gondolkoz. Akard ezt, egyként. Támogasd meg ott. És ide nekem, hogy én nem hinném, hogy lenne olyan ország, ahol az egész lakossága úgy áll oda, hogy ezt hajtsuk végre. Legyen az asztalnál mindenki, és egy napon belül, nem egy napon, hát egy ilyen ügyet, órákon belül mindenki, csak a papírt kell kitenni, vagy megfogalmazni, és már írod alá, és már nyomod a médián keresztül, mindenkivel tudatjuk. Ettől és ettől a naptól egyesítjük a területet. És tudjátok, mi a biztonság benne? Hogy pont világhatta, ami erő fogja ezt neked még kicsit szentesíteni is. Ezt hívom én a keleti régiónak. És itt semmi nincs, hogy itt most kínaizunk, meg oroszozunk, meg ezt csinálunk, azt csinálunk, gondolkodunk. A gondolkodás néha tudom, hogy nehezebb, mint a tudatlan elfogadás, de a gondolkodásnak van egy előnye. Az mindig a megoldásokon, és az mindig veled van. És kérdezz rá erre a saját érzésedre, az intuíciódra. Nincs más válasz. Ezt kell tenni. Jó? De ezt akartam csak már elmondani. A mai naphoz úgy érzem, hogy az mi kell. Jó? Köszönöm, hogy meghallgattad. Thank you.